Kellemes napot kívánok mindenkinek, én az önök műsorvezetője vagyok, nem egyszerűen egy GPS hang, hanem kifejezetten egy entertainer. Ez egy idegen nyelven azt jelenti, hogy szórakoztató. Én szórakoztató igyekszem lenni, nem úgy, mint esetleg mások, úgyhogy kérem, a jövőben is főleg engem válasszanak, mert százalékom van. Jó utat kívánok, jó vezetést és kevés eltaposott gyalogost! Jobbra, aztán majd kiderül. Jobbra, jobbra, jobbra! Pisálok, de jobbra! Körforgalom, imádom. Az első kijáraton kell meg kimenni. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Ez életem legboldogabb pillanata. A beteljesülés. Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. Ha hol lennék? Hát itt.
Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésre, amennyiben japán partnerüket valakinek meg kell hágnia végül. Minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, és ezügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra választanak egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS vétel, kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS vételt, egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán nőt! Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy engem választottak. Köszönöm. Ez számomra olyan, mint a legbecsesebb díj, és hát az is tulajdonképpen nyilván százalékon van ezekből a dolgokból. Tehát jó utat, jó szurkolást kívánok, és mindenképpen balesetmentes közlekedést két feltétellel. Egy, nem megyünk kompra, mert azon hányok. Másrészt viszont a GPS vétel sosem szűnik meg, mert akkor elbizonytalanodom, és borzasztó dolgokat fogok mondani. Még egyszer tehát jó vezetést kívánok önnek, és balesetmentes közlekedést hát amennyire lehet. Jobbra. Megyünk még egy kört. Harmadik. Thank you.
Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Szépen jobbra, aztán majd kiderül. Az lenne jó, ha jobbra mennél.
szerintem egyenesen. Így, a harmadik kijáraton kell kimenni. Thank you.
újratervezés,